Én értek a kocsikon. Sanyi! Egy elszabadult póni, rengeteg trágya, ló és halpedikűr. És a nagy átalakulás a fiúkból szobalány lesz. Mindenki szerencséjére csak egy nap erejéig. A helyszínek Bugyin egy vadászkastély lovardája és egy elegáns budapesti szálloda, ami remélem nem veszti el a csillagait a nap végére. Ott vannak a pacik, látod? Ez az a büdös. Hát ez lószag. Ez nem lószag. Én azt hittem őszinte, hogy csak a szép fújta ide. Nem lószag, ez lószag. Van néhány alapigazság az életben, az egyik, hogy ahol ló van, ott lószár is van. És mivel a ló nem tudja kitakarítani a karámot, ezért ez ma rátok vár, srácok. Szevasz! Jó napot, fiú! Szia! Üdv, szevasz! Szervuszok, majd látom. Szia, Erlomi Norbert! Sándor növényi Norbert! Hogy jöttetek, rengeteg a meló fiú. Akkor vártunk titeket, igen. Mi az első teendő majd? Körbenéztek elő, vagy már is dolgoztak? Ne, nézzünk körbe, hogy egyetlen hova jöttünk, milyen, mi van itt. Gyertek, nézzétek meg az állatokat. Szamarat láttunk, lovat láttunk. Itt egy 26 éves csacsi. 26 Bercinek éves? Bercinek hívják, atya, igen. Berci! Mutasd a fogad. Szia! Micsoda foga van, oda nézd! De jó ugyan. Fej, de ez ilyen, nem vad, ugye? Hanem nem vadok. De jó fej. Ezek szelídek, itt van a póni, nézzétek csak. Ő is az szelíd, mert a pónik ezek kis gonoszok áll. Azt mondják, gonoszulunk. Csipkelődni szeret, de nem harap. Ha, már is oda nyújt, nézd meg. Hát én azért nem teszem a szájába a kezem. Fogadj meg is. Hello. Pedig hogy imádná a bulvár, ha a helyettesítők forgatása közben Bárdos is annyit életveszélyesen megharapná egy póni. Ez egy magyar hidegvérű, ugye? Ugyan. Egyből láttad rajtuk, igaz, Sanyi? A színéből lehet látni. Nézzük, hogy magyar, meg hogy hidegvérű a színéből, igaz? A sörényét azt nyírjuk? Vagy mit csináltok vele? Igen, lenyírtuk. Ne harap meg könyörögve, kérlek, mert akkor én belé kell, hogy harapjak. Jól van, fiúk. Gyertek, megmutatom, mi a teendő nektek. Megyünk. Gyerünk. Föl vagytok készülve fizikailag? Miért? Fizikai munka lesz? Sanyi, az teljesen nem főkészül. Akármilyen. Ez nem akármilyen szakma. De mit? Lapátolni kell, vagy mi? Hát, hasonló. Van két lapátunk, van két villánk, vasvillánk. Nem úsztad meg. Két talicskánk is trágya? Van. Trágya? Trágya. Nekem nem lett egy kicsit olyan kiméletesebbet? Nem most élek hát, a lovászunk szakmában az olyan, hogy... Teheted is. Szegény lovok nem tudnak kitrágyázni maguk alól. Szereted a szakamot amúgy. Sanyi, te nem akarsz segíteni egy kicsit? Ne várjál, még itt vagyok! Hol vagy? Mi? Ezt csinálod állandóan. A trágya munkát mindig én csinálom, mi? Dehogy is. Mi van? Maradjál. És tényleg bezártál? Be. Ha ne szórakozzál, jó? Jó, nem jönnek, megint leszúrnak, Sanyi, adjál meg engem a dolgaiddal. Au, mit csinálsz? Maradj bent! Sanyi, ne szórakodj! Maradj bent, paci! Sanyi, ha ezzel betörni akartad Norbit, szerintem rossz úton jársz. Felbőszíted és úgy kitör a karámból, hogy a legvadabb mén is megirigyelhetné. De hagyjál, ne szórakodj, nem tudsz jönni, mit csináltok? Mikor lesz kitrágyázva? Hát csinálnál, de nem csinálja. Én nem csinálok, igen. Fiú, rengeteg be magad. Rengeteg még a trágya, fiú. Mindig szórakozik, bezárja magát. Itt Sanyi! Rengeteg trágya van még. Gyere, nem tudjuk kivinni, gyere, húzd ki, légy szíves ezt. Én már nem vagyok éhes, köszönöm. Oda kell kivinni őket. De még nincs kész. De kész van már, gyere, már megfoghatod, ez már semmi. Be kell még szalmázni, szénát behordani, zabot berakni neki. Várj, a széna meg a szalma nem ugyanaz? Nem. A szalmán feküdnek. A szalma egy kicsit más. A szalmát meg megeszik. A szénán fekszenek. Nem. Pont ellen. Gyere, Sanyi! Így mondtad. Fog meg, húzd meg vécét. Nem, mert ott van nálad a vécét. Nem bántalak, mennyi haladjunk, nem tudunk haladni így. Jaj, hát eddig nem akartál te ilyen szorgalmasan. Veled aztán kijönni valahogy. Imádod a trágyát, mi? Még itt is van majd. Gyere, nem egy messzire. Hát de ki kell önteni itt hátul. Ó, de mozogjál, siess már! Ez micsoda most akkor? Ez széna. De miért rám? De odaálltál, hát a szél oda viszi. Várjál, de ez lényegében levágott fű. Mikor megnő akkorára a fű, kb. Ilyen 30 cent, és akkor levágjuk, lekaszáljuk, és akkor megszárítjuk. De mióta foglalkozol a lovakkal?
Hát én ilyen 13 éves korom óta. De miért az arcomba? Nagyapám az lovász volt, ő is, és aha, én Erdélyből jöttem. És ott is vannak lovak? Rengeteg lovak. Igen, ott a gazdáknak ilyen 80% embernek lova van. Te lovagolsz is egyébként? Igen. Szoktál lovagolni, igen? Szoktam lovagolni. Haladjunk, mert sose lesz nem kész. Nem esik lehet. Tartsd rajta a szemed, Sanyi. Nehéz munka mindig az enyém. Aki nem tudná esetleg, Sanyi most szénát dologat éppen, ami szárított zöld takarmány, a szalma pedig a gabonafélék cséplés után visszamaradt szára. Enyém akkor a szamár? Tiéd a szamár, te kapod a pónit. Jó. Ezt vegyük le. Melyikre? Ide kell a karikára rátenni? Ide a karikára. Nem, a lassóba. Jó. Ezzel kell a szamarat? A reggelben. Előbb ezzel. Előbb azzal, aha. Jó. Jó. Ide jövő. Gyere, Csacsi, hátra. Na, sikerül, Sanyi. Gyere. Na, már megvan. Ne engedd, de el fog szaladni, elengedett. Várjál. Vigyelj oda, hogy ne kell rohangálnunk utána, Sanyi. Várjál. Borbi, én visszazállok. Jó, köszönöm. Erősebb, mint egy kutya. Mi? Hozd, hozd erre. Gyere, gyere, Paci. Állj meg, Sanyi! Meg kell az úrra, gyere. Várjál, mert nincs jó benne. Lejött? Elmegy. El fog menni. Fog már meg, mert elmegy. Sanyi, várjál meg, már. El fog menni. Arra menjél, Sanyi, ne arra! Állj már meg te! Ez egy ló gyorsabban fut, mint én. Az ő helyében én se állnék meg. Várjál, most sarokba szorítom. Na? Fog meg, Sanyi! És hogyha megrúg vagy valami? Nem fog megrúgni. Szaladj! Hogy mondtam, hogy figyelj oda, látod? Jó edzés neked, Sanyi! Elkapom úgyis! Állj már meg! Sanyi, lassan próbálj közeledni hozzá, hogy meg fog állni! Fordul, nem akar megrúgni? Nem rúg meg. Nem bízom benne. Ez gonosz egy állat. Szerintem ő pont ugyanezt gondolja rólad. Lassan közelítsd meg, Sanyi. Hát ennél lassabban? Lassan, igen. Már elfáradt, hallom, hallod, hogy cuszok. Fogj egy szénát a kezedbe, és úgy próbálj közel menni. Nyugtasd meg a hangoddal, Sanyi. Na, de is kimenni. Azaz, fogd meg, Sanyi. Gyerünk, kapd el. Fogom! Végre! Oké, megvan. Jóval, ügyes voltál, jóval. Na? Jóval. Pont az én méretem. De kérdezem, mert a szamár is akart kimenni. Nem is kéne nagyobb lóesküszön. Alig bírtam visszafogni a szamarat. Na, szépen meg kell takarítani, azt visszarakhatod rá. Ide, ide. Én csak vagy ide is rakhatod. Erre. Harap. Új. Most remélem nem engeded el, igaz? Hát csak hopp, nem. Jaj, vigyázz! Most ilyenkor vedd lit. Gondolom, nézd meg ezt szorogálni. De ez jó neki? És jó, nem fáj neki. De ezt ő szereti? Ő szereti, igen. És nem lép rá a lábamra? Nem fog rálépni. Tuti? Tuti. Biztos? Na szép, hossza húr. Meg ne rúgjál, mert olyat kapol. Hű, gyerekek! Nem fog megrúgni. Most miért csinálja ezt? Segítek, jó? Mély bomli. De én megijedek tőle. Csacsi is megy ám, oda. Meg gondolta, szabadon van, azért hátad el akart szedni. Van a szamár. De csak kitépte volna ezt? Akkor elszaladt volna megint. Na, a szamár majd megnyugtatja. Nézzétek csak, négy fontosságú, hogy minden nap a patályokat ki kell takarítani. Kavics bemehet a patályokba. Jó. És ha bemegy a kavics, lesántul a ló. Örökre? Igen. És most megmutatom nektek, hogy takarítjuk ki, és te fogod azt többit csinálni is. Jó, akkor három lábát csináld meg. Fölveszed. Nem, igen, te fogod a hármat, én egyik. Nézd csak, megfogod. És ha találok benne kavicsot? Hát ebben most nem fogsz, de ő a biztonság, tudod. Nézd csak, utána szép. És ez úgy kész is. És kész ez a körme lényegében. Igen, ez a körme. És ez így nő neki, ilyen érdekesen? A ló érdekes körmét patának hívják, Sanyi. Csak mondom. Húzd ki a lábát, húzd ki!
Hogy hátrafele. Igen, úgy. Persze, azt még jobban hátradugom. Nem fog hátradugni. Veri a fogamat. De, hogy veri. De ez nem fáj neki? Nem fáj neki. Norbi, te is takarítsad. Nem bántják egymást. De Szamár megcsípi. Tényleg? Szoktak? Gyere, igen. Szamár! Hogy hívják a Szamarat? Berci. Ott a Szamár mögötted mondtam, Sanyi, hát vigyázz! Sanyi! De hallod, most már ötötszörre vágsz tökön. Nem én voltam az a Szamár. De ne úgy segbe haraptass a Szamárral. Persze, ez kutya, hogy megérti, hogy meg kell harapni a hátsódat, mi? Nézd meg, ajmeri a lábát. Fú, de büdös. Ez egy büdös Szamár. Fú, láttad ezt? De már! Ma akartál ijeszteni az őt ide? Dehogy is, nem figyeltem pont. Most melyik a másik oldalra? Hátsód, hát, de azt speciálisan kell ám megfogni. Aha. Úgy kell csinálni, hogy jobb első kereke, bal első, bal hátsó kereke. Ja, értem, mert négy kerekű, mi? Elmegy a Szamár. Ne engedjétek ki. Engedd már el. Én fogod, itt vagyok. Akkor fogd meg hátsó lábát. Dehogy fogom meg, csinálj. Ja, hát akkor meg ne dumálj. Add ide, Szamár. Úgy. Köszönöm. Köszönöm. Persze, érti ám egyébként, hogy köszönöm. Látod? Nyugodtan kell mindig velük beszélni. Nyugodtan? Még soha nem hallottam a fiúkat nyugodt hangon beszélni. Egészen más decibelen mozognak. Hol vagy, Sanyi? Gyere, Sanyi! Ilyes vagy, Sanyi. Nézd csak, na, ide na. Szoktuk berakni neki a szénát. Nem szabad berakni. Szépen kirakod villával. És ha megdöföm a lovat véletlen? Vigyázzál rá, Sanyi. Nem szabad berakni neki a karámon belül, akkor letapossa. Aha. És ide előre. Igen, csak ide előre. Na, tessék. Norbi, mi a másik engedjünk vizet a lovaknak, jó? Jó, oké. Okay. Már meg őket. Azt mindig kell figyelni nem nekik, látod, hogy... Nem látod, milyen szomjasak? Járom minden, két óránként kellene erőzni a vizet. Jó, mert fölmelegszik, meg beolgásodik nekik a víz. Igen. Zárd el, légy szíves! Meleg vizet, azt ki kell borítani. Meleg vizet nem isszák meg? Nem isszák meg. Mit, te megiszod a meleg vizet? Hát, ha nincs más. A ló a legtisztább állat. Ha kicsit piszkos a vödör, azt abból nem iszik. Igen? Igen. És a Szamár? És a Szamár is ugyanúgy. Szamár se iszta meg a koszos vizet. Nem iszta meg a koszos vizet. De most kiköpte. Ilyenkor a foga az fogát öblik tél is. Ja, azt a Norbi is szokta. Csikó foguk van neki, ő is csiklandozik. Nem szoktál fogát búsni, meg öblíteni? Nem szoktál. Nézd csak. Ők még gyerekek? Igen, ő két éves, csikó foguk van neki, és csiklandozik a foguk. De várjál, ez mindegy gyerek, ugye ki löki vagy? Így van. Tehát ki hullik, és lesz neki felnőtt foga. Így van. Akkor pont úgy van, mint Norbi. Csak hogy én már a másik gyerekomat élem, nekem már másodszor fordult ki a fogam. Igen, nekem másodszorra fordult ki, nem kapsz másikat. Most a következő teendő, hogy le kell mozgatjuk most őket. Le kell mozgatni? Így van. Az mit kergesse őket? Nem. Az, hogy befogjuk kocsiba. Na, az jó lesz. De hozd a kocsidat, Norbi. Nagyon szépen le kell őket csutakolni, ugyanúgy a patájukat kitisztítani. Na, azt én nem, mert ez túl nagy. Muszáj, ők nem tudják maguknak. Jó, egy lovásznak minden meg hogy, kell hogy, csinálnia. De kijönnek, nem fognak keménykedni, mikor kihúzok onnan őket? Kell fogni őket, Nord. Én majd fogom, te majd patázod. Jó, mind a kettőt. Nem, jó. Mind a kettőt te patázod, én nem nyúlok egyiknek csalába. De mi nem? Vagy hát bátor vagy, mindig fölmész a magasba, de a mélybe. De nézd a lábát mekkora, tudod mekkorát rúg egy ilyen? De, hogy is. Tudod, hogy hagyja magát, mert örül neki, hogy rendben rakja. Ő szereti a gondoskodnak. Én a YouTube-on láttam, hogy pofárúg egy embert, én azóta nem nyúlok. Hát ezek nem olyan lovak, Sanyi. Nagyon nagy! Hány lóerős? Hát egy lóerős. Nem, hát nem egy mindes. Egy lóba hány lóerős? Jó, és az a kicsi, az a kis törpe, az is egy lóerős, meg ez is egy lóerős? Igen. Akkor most ezt döntsük már el. Az fél lóerőnek számít. Fél. Igen. De hát az is egy egész ló. Na most egy kétszer ekkora lő, ő belőle egy felnőtt is egy lóerős, meg egy ilyen kölyök is egy lóerős? Igen. De a síralóaknak az kiszámolták, ilyen 6 lóerő van benne egy síralóban. Azt tudod, hogy van egyébként ez? Múltkor olvastam erről, hogy adott súlyt egy ilyen csigán keresztül húzatják föl a lóval, és hogy mennyi idő alatt tudja fölhúzni. Milyen súly? Az a lóerő. Hát van valami súly, most nem emlékszem már pontosan a méretre, nem emlékszem pontosan a méretre, de attól lesz egy lóerős. Megvan, hogy mennyi időt húzza föl, akkor egy, kettő, három lóerős. Mindegy is, Sanyi, majd megnézzük a neten. Annyit azért elárulok, hogy egy átlagember folyamatosan 0,1 lóerőt tud kifejteni. Ember erőben soha nem fogunk mérni semmit. De hát itt szembe megyek a szőrével.
De a port azt viszont kihozott belőle. De az jó neki? Az jó neki, igen. Szereti ezt is? Szereti, igen. És mikor kezditek kivinni kocsiba berakni őket? Most. Két éves kortól, vagy két hogy? Két éves kortól. Hát másfél éves kortól már be lehet fogni. Most először lesz kocsiba. És te fogod vezetni. Másfél éves kortól be lehet őket fogni, ha kivinni fejlődvalók. Na, mindjárt kiderül, hogy egy kocsihoz és két olimpiai bajnokhoz elége a két lóerő. És szépen bevezeted a rúd közé, jó? Gyere, szépen farolj be oda. Seggeddel. Kihozom a másikot. Ezt nem kéne oda kötni már? Nem, fogjad, kihozom a másikot, jó? Várjál, mert rágja azt a vasat. Ne engedd neki, Sanyi! Sanyi örül, hogy a vasat rágja, nem az ő kezét. Hogy ne engedné? Na, szépen fűzzük be majd ide. Be kell fűzni szépen. Biztos, hogy ide kell. Ellentétesen megy a középső. Na, azt mondom én is, hogy ellentétesen kell. Látod, Norbi? Most, hogy mondod, igen. Én ülök elől, te ülsz hátul. Ilyenkor leellenőrizünk, minden be van-e kapcsolva, minden szél. Index lámpa jó, van. Duda van, gumi kemény, rendszámtábla, erre kell rendszámtábla? Itt nem, Magyarországon még nem. Fogjad a lovakat? Fogok. Ugorjatok föl. Csak a lovak közé. Sem. Na. Fönkám van ezen is egy vészfék. Hol van? Látod ez? Az mi? Ez vészfék. Adjad már, tényleg. Jó, doktor? Nehezen mennek, látod? Mikor kiengedem? Mehetünk? Mehetünk. Biztonsági övet be van kötve, Norbi? Ja, nekem nagyon, igen. Gyerünk. Simán húzzák, mi? Meghódítjuk a várost! Ez az igazi vidéki kabrió élmény, Sanyikám. Na mi van, suhancok? Jöttök velük? Gyertek! Na gyertek! Merre mentek? Gyertek! Üljetek föl a öreg bácsi mögé, mellé! Na gyertek! Hello! Hello! Gyere, csúsz arrébb! Gyere, erre nyugodtan, bátor, gyere! Majd mutassátok a tudatok, jó? Rövid gatyában, nem fázott. Szevasz, hívnak? Marcel. Te? Zoltán. Szevasz. Máté. Máté. És annyi vagyok, Norbi. Hello, Norbi. Te pedig? András. Csá. András. Zsófi néni kijön, ne szívhagyta. Ti mentetek most? Mi most mentünk, és ebédlőből jött, mentünk vissza a suliba. Zsófi néni, csinos? Ez aztán főleg. Öreg, valami. Ezt a lótórágyát mi hagytuk? Igen. Ez a mi nyomunk. Milyenki? A Merce. A Növényi Norbi bácsi olimpiai bajnok. Kellek. Nem adjam volna. De nagyjam. Ja, igen. Oda vagy, hogy nem kapja, ezt tényleg megnyertem. Ez az igazi közösségi közlekedés. Na, srácok, megérkeztünk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Uraim. Nagyon szépen köszönjük az utat. Nagyon szívesen. Nagyon köszönjük. Köszönjük. Jók lehetek. Jók leszünk. Aztán nehogy. Na, nehogy valami rosszat találjunk. Nem jól piskodni. Fiatal tanár néni, van az iskolában? Biztos. Jó, üdvözlőjük, puszíjunk. Sziasztok. Csivészek voltak. Nagy magányat. Csivészek. Na jó van, mehetünk, Andris. Mehetünk haza. Jó van. Na fiúk, szóval úgy állunk, hogy szorgalmasok voltatok, és jók is, de nem nektek való ez a szakma, azért, mert féltek a lovaktól egy kicsit. De láttam, szóval, hogy másképp öltözik. Nagyon ügyesek voltatok amúgy. Én csak a bikákhoz értek, igaz? De ne erőltessük ezt, jó? Azért. Ne erőltessük? Ne erőltessük ezt a szakmát. Bár a Sanyi azt mondta, hogy azért próbáljuk ki, mert annyi ügyes lovász, mert ehhez is ért, ehhez mindenhez is. Én mindenhez értek. Úgyhogy ezért csináltuk ezt. De én élveztem egyébként. Jó, de én pesti gyerek vagyok az azonban. Én nehezen tudom megszokni azt, hogy... Idő kell ehhez, fiúk. De igen. Idő kell. De ő az igazi pesti, elúlt a vonaton és úgy kerülsz fel. Igazából az állatokhoz születni kell ahhoz, hogy az bele kell szülessen, ahhoz szeresd a lovakat. Na, hát nagyon szépen köszönjük mi is, hogy kipróbálhattuk, és végül is kiderült, hogy Norbinak nem való ez. Viszont hadd kedvesedjünk neked azzal, hogy te is kérhetsz tőlünk egy dalt, jó? Egy jó videoklipet,
Laci betyártól szeretnék kérni egy jó dalt. Na, legyen jó. Akkor Laci betyártól egy gyönyörű nóta. Talán eltévedt kicsi századosom, nekünk régen nincsenek őseik. Azért a tisztelet, akinél kövér a buksza, sírnak a sírban az őseink. Hiába kezdenet a borzóba, mert regruta kéne a sereghez. A szörtelenített fiúcska álma, hogy egyszer egy szép napon celeb lesz. Talán jobb, ha most megy kicsi századosom, mert jönnek a kigyúrt nagyfiúk. Hiába mereng a dicső csaták, ha most a szteroid nyeri a háborút. Nos, ha siessen vissza a századjába, védeni hiteket és hazát, és felejts el, hogy mi lett azóta ez az ország és a nagyvilág. Ismerős ez a helyzet neked? De, hogy nem, a diszkóban is ezt csináltuk, hát, emlékszel? 624-es szobában megyünk, azok a másik hát, oldalon másik van. Oldal. Édes Istenem, növényi, már megint nem tudod a számokat. De én dolgozni akarok, de tőled nem lehet, mert miért visszafogsz mindig a munkába. Van ilyen, munka, hogy helyettesítők és mindenféle munkát bevállalunk. Te tényleg puhára rágják? Hát én nem tudom. Ami a szobalányok és nyugodt szívvel el lehet tenni, ez az ágy nem szokott lenni általában. De... Ha megnéztem, volt nem, rajta? Nem volt, sajnos nem volt. Fene egye meg! Oda. Száll ide, száll oda, hogy mondani szokás. Jó konyak. Négy csillag. Négy csillagos, persze. Na, olyan mint te. Na gyere, menj előre. Nem. Kösz, kösz. Elromlott az ajtó. Itt vannak. Mindig is érdekelt, milyen az, amikor az ember nem vendég egy szállodában, hanem ott dolgozik. Szerencsére nem nekem kell kideríteni, Norbi és Sanyi megteszi helyettem, hiszen ők a helyettesítők. Üdvözöllek titeket a Danubius Hotel Héliában, remélem már várjátok az első napotokat. Már nagyon. Lesz a szobám. A szobád? A 618-as szobát meg fogjuk nézni, de kicsit más szemszögből. Viszont rögtön bele is vehetnénk titeket a mély vízbe. Zsóka, mi lenne az első feladat? Hát igyekeztünk olyan feladatokat találni, amivel a vendég találkozik, és akkor menjünk sorrendbe, hogy a vendég megérkezik. Úgyhogy én javasolnám, hogy esetleg londénerként próbáljunk ki magunkat. Ez egy nagyon érdekes munkakör. Tudom tolni a kocsit. Taxi, vagy ennek mi a feladat? Taxit kell hívni? Így van. Csomagot vinni? Csomagot vinni. Tárolni. Mi meg az ajtót kinyitni? Hát meg minden olyat, amit a vendég ugye szeretne, és tudunk benne segíteni. Azért nem csodálom, hogy először nem a vendégeket, csak a csomagokat bízták rájuk. Igazából a mi munkakörünk a vendégfogadásra kezdődik elsődlegesen. A bejáratnál mi vagyunk az elsők, akik a vendégekkel találkoznak. Tehát üdvözlés, köszönés, igen, üdvözlés, segítségfelajánlása, és a vendég egy pár szavas kis beszélgetés, hogy megismerjük őket. Ez az első lépés. Onnantól kezdve jön a csomagfelvétel, és nyilván a folytatásban. Nekünk kell fővinni a csomagot. Igen, igen, felajánljuk, hogy neked. Szeretnék-e vagy nem, nyilván vendég dönti el. Szoktunk használni kocsit is hozzá, de van, amikor csak simán kézben visszük fel a vendégnek a bőröndöt. És akkor, mint a filmekben, így állnom kell ott így. Igen, igen. Mostanában szoktak adni? Szoktak, de hát jó, hogyha vissza magadom, mert néha vissza kell adni. Ha valamiért, hát egy szemmel jól látható borravalóért még Sanyi is tud kedves lenni. Ez kell vinni? Nem kell, hagyjuk. Nem kell. Hát azért vigyük, mert azért hogy néz meg, hogyha ott vagyunk egy kocsit. Ugye mondtam. Londonban mindig ilyen lejár. Nem, de hát... Na, toljad, Norbi. Két lábbal. És akkor kapunk egy ilyen elegáns szettet, ami rajtad is van. Hát megpróbálunk keríteni, de a nagy srácokra nem biztos, hogy lesz. Igen? Hát azért. Norbi, nagyon erős, nagyon sok csomagot elbírám. Igen. A Sanyi nagyon jó lesz erre a munkára. Nagyon jó tud pakolni a Sanyi hátára. Ezt már bebizonyosodott. Tehát ha titkokat szeretném megtudni, akkor ez nyilván az? Ez az, igen. Hogy ez szoba? Ez olyan, mint egy találtárgyak osztálya. Nagyjából az is, igen. Ide rejtsük el a vendégeket, a cuccait.
Hú, de jól áll, srácok. Ugye? Ti erre születtetek, én látom. Eddig kicsit tanulni. Na, akkor vannak érkező vendégeink, akik még eddig nem tudták átvenni a szobát, viszont már megvan, úgyhogy beviszek a csomagokat. Hogy annyit kéne, hogy egy kocsit onnan ide kéne hozni, és akkor amik itt vannak bent csomagok, azokat felpakolni rá. Svéd bikini válogatott jött akkor, tényleg? Nagyjából igen. Jó, az jó. Hát gyere már, meg kirúgnak. Jó, húzod. De nem áll, hát a lábamra ráhúzod. Egyenesen húzod. Au. Mi nem. Van már? Na, nagy lendület. Azaz. Nagyszerű. Veled aztán van, amit elkezdeni csinálni. És komolyan ezt csinálod vele? Hol? Várjál már le. 624-es szobában megyünk. Azok a másik oldalon van. Másik oldal. Édes Istenem, növényi, már megint nem tudod a számokat. De én dolgozni akarok, de tőled nem lehet, mert miért visszafogsz mindig a munkába. Az nem kell vissza. Sampon, szappan. Megyünk. Szappan. Á, a lábamat oda csüpted. Na. Na, toljad már. Belelem. Még egy sampont ellopok. Visszafele is teszek. Lehet fosztogatni. Aha. Tedd el gyorsan, tedd el. Miért tenném el? Utána meg rám vered a balra. Na szóval. Igen. Ez a 624-es szoba. Ide kell majd bevinni a csomagokat. És te mondd, hogy csomaghordás, a te hangod mélyebb. Jó, igen. Nem lesznek. Jaj. Csomaghordás. Itt ezt meghupasztottad, Norbi. Mit? Ezt a táskát. Igen. Nem baj, mert azt hazudjuk, hogy a reptéren volt. Uh-huh. Várj, te a szekrénybe tegyem be? Hova tegyem be? Hát szerinted... Bocsi. Hát mert itt ide raktam. Hát igen, rak le mellé oda, aztán mert én majd eldöntjük, okay. Hova szeretné. Dobra az ágyra, jó lesz az úgy neked. Ti ez, költöztették otthonról, hogy ennyi táskájában? Mi van ezzel? Csak ne vegyem tele törékenyel. Hát ne vegyem porcelánt, hát ezt majd csak vigye, ne hozza. Híres magyar porcelánt. Gondolom az is ilyen vicces lenne, ha ti bőröngyeitekkel csinálnák ugyanezt. Nem ismerős ez a helyzet neked? De, hogy nem, a diszkóban is ezt csináltuk, hát, emlékszel? Hidegben vagyunk, ezek még bent rádióznak. Hm? Ja. Melegben, hát jó, el vannak. Nem volt elég a rádiózásban? Reggeltem. Jó, de azért hideg van itt. Dehogy van hideg, nyafogsz itt össze-vissza. Még jó, hogy általában felváltva nyafogtok, így legalább valaki mindig dolgozik. Na nézd meg, micsoda helyen vagy. Hű. Látod? Még van tajmasszás is, majd minden. Mi ez a balneoterápia? Azt tudod, hogy mi az? Azt nem tudom. Ó, gyere már, odani. Baditerem, menj csak. Odani csinj. Hallod, ingyen sör, vagy mi? Milyen? Ó, a víz jön belőle. Magnézium, de király. Sanyi. Jó, hát ennyivel bárki tud. Várj, engedj oda. Nézd már ide. Na, egyből oda, na. Hát mi, mivel nem? 90 vagyok, hát csak lehúzom. Jó, meg ne sérüljük. Jó. Így kell ordítani? Persze. Ezt így kell ordítani? Persze, Sanyi. Sokkal is sokkal jobb. Jaj, nekem meg... Úha, nem megy, Sanyi. Nem megy, Sanyi. De ide húzd a nyakrát, mert erre mindenki tudja. Tényleg? Jó. Komolyan? Igen. Hello. Szia. Szép jó napot kívánok. Szia, Bárdos Sanyi. Szia, nem én Norbert vagyok. Szia. Mondták, hogy fogtok keresni majd. Igen. Az új kollégáim. Röviden, hogy elmondjam, miről lenne szó. Első körben a vendégeknek az épségére kell figyelni, tehát nézni őket. A szépségére? Szépségére is, persze, mindenre. És a tartályban mi van? Halpedikűr. Halpedikűr van. Lerágják a körmömet, a piranyát? Hát a körmödet nem, de az elhalt bőrsejteket lerágják a lábam. A piranyát? Nem, piranyák, doktorhalak, de igen. Már a halaknál is van doktori fokozat. Mindig tanul valami újat az ember. Magatokra is hagylak titeket. Akkor én szép napot. A vészkérdéseket figyeljen. Oké. Okay. Hogyha szaunába kell, vagy valami. Te ott a Hegedűs Csaba, nem hívod? Oh, de. Nehogy rácsuk ma az ujjamra. Ez mi? Várjál, oda megyek, mint ja, szólj meg. Ja, aha. Hogy tényleg ő. Na. Tiszteletem. Sajtú, só. Nézzetek, ott van a növényi. Hello! Látom, fű!
Jóva, jó, karba tartod magad, tudsz élni, jóva. Aki nem ismerné fel a vízben, Hegedűs Csaba olimpiai bajnok birkózó, ő szerezte meg Münchenben a magyar olimpiai csapat történetének 100. aranyérmét, nem mellesleg Norbi sikereiben is része volt, hiszen ő is az egyik tanítványa volt. Utána szaunázok, itt grügölök, egy olyan 4-5-6 oszt puszok, és ez egy olyan 2,5 órás. Hát mi még a melókat csináljuk, bevállunk mindenféle munkákat is csináljuk. Slágertében helyettesítőben. Te Nordikám, erre azt mondják, hogy ez a dolgot, hogy fiatalok, fiatalok vagyok. Ugye? Te ne öregezé. Mindenki annyi, amennyinek érzi magát, Norbi. Látod, így kell élni. Ahogy Csaba, fitten, fiatalosan. Na további jó munkát akkor. Na jó van, akkor mi meg viszont dolgozunk. Fontosan miért a dolgok. Harviszt, így láttam, hogy nagyon kellemes, úgyhogy most nem változtatunk. Na, szia, na látod? Na, hát de... ide kell jönni, és akkor én nagy sportokat találkozol, látod? Hát azért komoly emberek járnak, nem? Aha, hát ez egy jó kis hely egyébként, úgy veszem észre. Elrakjam, elrakom vele. Vedd már be. De még nem jött vészjelzés, nem akart senki belefúrani. Azért figyelni arra. Kell. Hát oda, a nagy profik járnak ide. Hogy jó. Tiszteletem. Van ilyen, munka, hogy helyettesítők, és mindenféle munkát bevállalunk. Igen. És minden csütörtökön megyek. Igen? Ha megbeszéljük. Az újságban olvastuk, hogy vagyunk vagy, és úgy szerveztük, hogy... Ja, értem, jó, igen. Értem, van. Én keresek kertészt. Norbi vállalja. Én minden. Norbi mindent vállal, főleg ha Török Ferenc olimpiai bajnok öttusázó kéri. Még soha nem láttam egy négyzetméteren ennyi olimpiai bajnokot. Na gyere, dolgozzunk. Jó. Ezek, ez most te azt nem nézzük meg a izét. Halakat? De nézzük már meg a halakat, tényleg. Gyere, nézd meg a halakat. Na megnézzük a halakat, gyere. Már de minden rendben van, nehogy ezt nehezen leszúrjanak minket, hogy nem csinálják meg rendesen. De alig van. De ebben most csak néhány van. De milyen foguk lehet ezeknek, hogy rámennek? Nem tudom. Ezt közé kipróbálnám. Oda nézd, rágják a kezem. Aha. De jó. Várj, el is tudnék kapni egyet? Ne fogd meg, ne vázs. Nem bántom, hogy tegyem már én is a kezemet. Ott van, abba tedd bele. Várjátok. Oda nézd, rágják az egészet. Jó, de nézd. De jó feje. Nem tesszük bele a lábunkat? Mi? Bele tesszük? Hát tegyük bele, gyere. Gyere, üljünk bele. Bele üljünk. Itt úgy sincs, senki. Sincs senki, nem látják úgy. Gyere. Sanyi, megmostad a lábod, hogy megdögöljenek a halak. Nekem úgyis szükségem van rá, hogy... lerágják a bőrkeményedésemet. Esetleg még szőrtelenítést is igen, vállalhatnának. Ó, csiki, de mi fogok a csiki? Várjál, jövök én is. És tényleg rágják, figyeld már. Na gyertek, egyetek. Na. Ú, ez hideg ez a víz. Ú, de lerohanták, mi nézd már meg. Hallod, ezek éhesek. De a tiéd, neked a talpadat rágják meg. Sokkal érdesebb a bőrön. Tényleg puhára rágják? Hát én nem tudom. Szerintem ezek a halak ma már több pácienst nem vállalnak utánatok. Ja. De tudnak ezek a halak. Kap már be a lábujjam egy picit, hogy a bengáli királytén is, jó? Sziasztok, úgy látom, pont jókor érkeztem. Hogy ízlett az eddigi? Jó volt. Olyan sima lett a lábujjam, Norbinak úgy kellett a szájából kiúzni. Hát megérte. Úgy látom, hogy kellene valami komolyabb feladatot találni. Hát a halak etetésére szerintem nem nagyon lehet komolyabbat. Akkor kihívást jelent többet, úgyhogy arra gondoltunk, hogy halad esetleg kiugadt egy az oknim. Szobatakarításba részt vehetnétek. Mit szóltok hozzá? Jó, és van hozzá munkaruhásainak kötény, meg ilyesmi? Hát, körbenézünk oda, ez pont ideális lesz. Zokniba mentél a halak közé. Kirágták az oknimat ezek a halak. Ezt csinálj, megetette a halakat az okniával. Hát de hogy miért ugat ki? Biztosan mai kemény munkátoljukat ki az oknit, Sanyi. Legalábbis tuti, hogy ezt mondod Ildinek. Na gyerünk. Megyünk. Jó, van, kiparkodjunk, mert a kolléganő fönt vár titeket már. Csinos? Igen. Akkor megyek. A lukazókinat majd mutasd meg, nekem be akarsz vágódni, biztos jó fog kinézni. Figyelj, azért, mert kilukadt az okim, az arról én nem tettem. Na jó, akkor ezt lerakom aztán. Hallod, ez is kilukadt. Mind a kettő. Nem mondom. Ha mondom. Mert valahogy melyik szoba, Sanyi? Honnan tudjam? Hát akkor nézd meg, légy, nehogy már túlmenjünk a teszt. I want to break free, ez még csak a 23, 24.
tologatni. Egy Freddie Mercury-t éneklő szobalány ruhába öltözött bárdosival bárki álmát el lehet rontani. Nézzenek meg utána valami megnyugtatót is. Delfines kiskutyás videókat például. Room cleaning! Engessé már be minket! Lehet, hogy nincsenek itt, menjél már. Engessé, akkor bejövök! Engessé most medd le a gatyád! Mekkora koszt hagytak ezek itt, hallod? Figyelj, van egy kis dolgom, mindjárt jövök. Na nehogy már itt hagy engem. Nem, mindjárt jövök. Elkezd az még hagyján, de nézd már. Fú, ez meg teve szaggal itt. Van kandesz? Fú, nem érzed? Fú, jó, kinyitom az ablakot. Hát itt meg át lehet menni a másik. Nem menj át a másik szobába, elég nekem ezt itt akarítani. Tudj, először rakjuk össze az ágyat? Hát most minden a földön van. Ja, vedd már föl ezeket, meg így hajtsd össze, meg minden, ebben jó vagy, tudod, voltál katona, minden. De beteg, pali vagy. Ezt fogd meg, Norbi. Ja, bocs. Jó, van, kösz. Én addig kicserélem a klozettpapírt. Azt cseréld ki, persze. Megint vécére kell menned, fogadjunk. Ándan ezt csinálod. Persze. Nézd már meg. Mi van? Van benne lóvé? Ebben nincs lóvé. Tényleg lehet, hogy hagytak itt lóvét, hallod? Jó, gyere, mert balni köszönöm. Euró. Mi ez? Azt ide az aljára szokták tenni. Jó, én mindjárt kész vagyok. Te hogy állsz? Aha, én ülök. Na vigyázz csak. Csinálj már valamit, Sanyi, mert nem tudom, nem haladunk, hallod, de tényleg. Látszik, hogy otthon is gyakran szoktatok takarítani. Ja nem. Te mit csinálsz? Ez honnan szed? A cipőt szokták avval kenni. Ez nem, a cipőkefe lent van, lent a lobbiba. Ez ruhakefe. De ki tudja, kirakta a hajába még mi van. Menj már innen. Ezért mondták, hogy a szakában mindenféle baktériumok vannak. Mert ilyen palik, mint te ezt csinálj. Nem is büdös. Ne nyújj ma, húzzam. Hello! Szép jó napot kívánok! Szia, Sanyi! Léka! Szia, Norbi vagyok. Réka. Szia! Léka? Léka. Kis kedves a mosolyod. Ó, köszönöm szépen. Hova? Jól dolgozok, mi? Hát, mit te dolgozol? Mi történik itt? Hát próbálj egy kicsit rendbe rakni, mert... Olyan dzsuvát hagytak itt, szegény növény, alig bírt összerakni. És akkor ez már itt kész, rendben? Nem, még nem. Nem, hogy kéne csinálni? A munkafolyamat fel. Kész? Persze. Persze, még jó. Nem látott tisztítószereket első körben? Nem, annyira azért nem volt nagyon vonatkozó. Annyira nem értem. A fürdőszoba az milyen állapot? Azt még nem nyújtunk hozzá, nemrég jöttünk fel, még nem jutottunk odáig. Réka épp időben jött, túl nagy kárt nem tettek, de még hasznosat sem csináltak. Mit szeretünk, mi szobalányok? Hát igazából a vendégekkel való kapcsolattartásom szerintem a legszebb ebben az egészben. De mit találkozol vendégekkel? Hát most mi is nem láttunk itt senkit. Hát hogy nem, hát egy utazó szobában vagyunk, de egy napi szobában? Kére takarítást, szívesen fogadnak minket, persze jöjjünk, csináljuk. Mesztelen vannak tudni. Igen, persze. Hát én mindig azt csinálom, room cleaning, várjál, gyorsan le a gatyát, tudod. De kaját is kell főhoznotok meg ilyeneket, nem? Nem, azt az étterem intézi. Ja, értem. És a tányérokat, amiket itt hagynak, ilyen koszos ízéket, azokat ti viszitek el. Igen, azt mindent a szobalány csinál, elmosogat utána, kápakol, leszemettel, amilyen feladatot. Ajánlatokat szoktál kapni? Ajánlatokat? Hát persze, hát most gondolj, belefekszik itt a két csávó. Tessék jönni! Tessék már jönni! Én meg... Oké, okay, I will come back later! Nehogy már later! Most! Not now, not that time. Why not? We want to... Nincs benne semmi? Nincs. Te is, hogyha mondjuk pénzt találnánk, mondjuk némi eurót. Igen. Akkor azt szétdobhatnánk? Ebben az esetben utazószobában igen, egyébként nem nagyon. Napi szobában nem, mert az megvan, hogy általában hova szokták tenni a jattat a lányoknak, de hát hova szokták? Én szerintem nem nyúlunk. Ami a szobalányok és nyugodt szívvel el lehet tenni, az ágyneműm szokott lenni általában. De megnéztem, volt nem rajta? Volt, nem volt, sajnos nem volt. Fene egye meg! De hát ha... Mi volt, azt elhattam. Mindegy, sóherek, a legsóherebb szobába küldtem. Nyilván, ha a szépben hagy bent, Isten tudja mennyi eurót, azt azért nem, azt hol a szép? Hol van? Hallott, te régen mockos voltál, gyere, nyisd már ki! Nem, én csak pajszosbe hatoló voltam. Az azért ennyi idő után megállapítható, hogy Sanyi leginkább pénzzel és nőkkel motiválható bármilyen munkában. És hogy volt már olyan, hogy rányítottatok valakire, aki éppen nem hagyja abban ezt? Hát nekem volt, igen.
És ez kellemetlen, vagy ilyenkor mit mondasz? Be lehet szállni? Igen, ezt. Hol jönnék, akkor én is. Hát volt már igen, mikor... Beszálltál? Nem! Odáig nem jutottunk. Hát bekopogtattam, nem szólt. Zavartak? Nem szólt senki. Sötét volt, hát csak be kell jönni, hát most mit csinálja ezzel? És bejöttél, és itt volt egy fickó? Hát ne. Meg egy nő? Meg... Jobbik esetben. És egy fickó meg egy nő. De hát persze volt, hogy mondom, sorry, hát nyilván kimentem. Hát most mit tudok csinálni, elnézést kell. Menj, haladjunk, mert nem tudunk. A fürdőszobában mit kell csinálni? Mi az, amit rendbe kell rakni bent? Mondom, föl kell porszívózni a Norbinak? Hát az a legvégső. Na azt mondom, hogy nem most akarjál már felporszívózni. Nem, te a WC-t pucod, légy szíves. Nem, a WC-t te pucolod, a diszkóba is te csináltad. Az ágynak milyen formának az kell lenni? Jó, az az ágy, vagy hajtsam hát össze. Hát az ágyat át kell húzni. Aha. Húz már át az ágyat. Nem úgy van. Hogy egyiket ide, másikat oda, vagy ott. Fogd meg a másik végét. Minden persze, az maradhatott rajta, a másikat arra a kis súdra. Ezek mehetnek le, szépen. Ja, ezek mosóba. Igen, akkor téd az egyik ágy, enyém a másik. És le kell szedni róla? Persze, hogy le. Sanyi, te hova mentél már? Ez megint kikerülje a mellót, komolyan mondom ezt a csávot. Hallod, gusztustalan szőrök vannak a mosdóban, Orbán. Gyere, mosd már. Maradjál már. Az a legfontosabb, a szőrök eltűnjenek, az nem lehet. Utálom a szőrzetet. Te akartál oda bemenni, Sanyi? És ezeket a koszos poharakat ezzel mit csinálják? Azokat el kell mosni. Te hogy mosom el? Ott van. De ne, hát ez a feladat, Sándor. Mi vagyok én, mosónő? Hagyjatok már. A kocsi minden tisztítószer. A szennyes földre le. Kicsit lassú a helyzet, nem? Igen, hát jó, de nekem is gyakorlatom ebbe. Ez igen. Na, becsukom az ablakot. Na! Ki a zsír a szobalány közül? Én vagyok a szobalányok királya! Te vagy a legszebb királynő. A szobalányok királynője vagy te. A szobalányok királya. Ilyen anomália. Ennyi vécépapír nem szükséges, Sanyi. De hogyha vasmenése lesz, honnan? Jó, de ez magához mérte. Nem, messze van egy giroszos, és ha ott teszik, akkor jó, ha van. Na, fölporszol. Azért jó csaj volt, nem a Réka? Az a kísérned, mi? Igen. Látom a szemedet. Jó, Sanyi, szedd már össze magad, de tényleg ez most... Már csak ez úgy is hátra. De itt nincs, de is csináljunk úgy, mint a megcsináltuk volna, tök tisztaságban. Te nagyon megy neked ez a meló, Sanyi. Ez jó áll neked, a ruha is. Testhez álló nagyon. De ha nem kapcsolod be, akkor nem fog menni. Ennél csak az lenne csodálatosabb, ha Sanyit házhoz is lehetne rendelni, ebben a szedben takarítani. Nem mozogját, tudod, mint a Freddie Mercury. I want to break free. Na, hogy mozgok. Srácok, nagyon jól dolgozhatok ma, azt hallottam a kollégáktól. Zsóka, te a Londiner kollégától mit hallottál a srácok? Hát komoly segítség volt, ugye a sok csomaggal a 6. emeleten. Hogy ízlett nektek az a munka? Na, érdekes volt, én még ilyet nem csináltam, egy kicsit furcsa volt, de szerintem... Én nagyon sokszor csináltam. Igen, látszott, gondoljuk. Ja, nem. Wellness részlegen is jókat hallottam róla. Tényleg? Megetettük a halakat. Igen, azt hallottam, hogy a halpedikűrt is sikerült kipróbálni, az fontos, hogy a vendégélményt ti is megtapasztaljátok, hogy mivel találkozik majd itt a vendég. Hát úgy tudunk beszélni róla teljes átéléssel, meg ajánlani a vendégnek, hogyha tudom én is, hogy miről van szó. A bölcsesség alatt. Piranyákat tudom ajánlani. Így van, és talán a legnagyobb kihívás ez a szobalány munkának a megtapasztalása volt, de Rékától itt is hallottam, hogy igyekeztetek mindent beletenni. Van olyan falatok, amire ki van téve az, hogy napdolgozója, hónapdolgozója, ilyesmi? Jutalmazzuk, igen. Negyed évenként jutalmazzuk. Van, és melyikre fogok kikerülni? Szerintem te a Spirit and Smile díjra fogsz jelölést kapni, és nagy eséllyel pályázol erre. Az jó. Oké. Jó, hát köszönöm. Jelentsen ez bármit is. Megmutatom nektek, Norbi és Sanyi. Ez itt a káposzta, ez itt a gaz, és ez a horoló. Köszi, apa, hogy egyébként elhoztál, de nagyon örülök. Nagyon örülök én is neki, hogy itt vagy, akkor figyelj és dolgozzál, jó? Nem azért, hogy csak így lógicáljál. Jó van már. Jó magasra, ez van. Na, hogy haladtok, Norbi? Jó, az teljes, tökéletes. Most almapaprikát, meg uborkát fogunk tölteni káposztasalátával. Nem bírok mit szóltok enni hozzá? Figyelj, azért a munka nem pestinek való. Imádok konyhán melózni, mondtam már? Ezt látom. A legaljáig menjek bele? Akkor menjél. Na, és akkor nem látja meg a főnök.
Azt nem látja meg. Hát nézd, milyen füstöt csináltál. Ebből baj lesz. Áááá, de gusztustalan ez a zsír.